Nox. Már be is akartam váltani a csekkeket. Holnap reggel rögtön a bankban kezdek. Jól van. Jó lesz legközelebb. Adj egy sört és rendben. Kész van. Parancsolja. Köszönöm. Tartanak szivart? Miért szeretne? Amiatt a múlt héten pakoltak ki egy kamionból. David Montello. Mindent legálisan szerzek be. Ebben biztos vagyok, Luke. Kane Morgan öccse nem venne részt Svindliben. Különösen nem, amikor próbaidőn van. Na jó, térjen a lényegre. Rick Burns lenne a lényeg. És akik neki dolgoznak. Rick Burns benzinért jár ide. Tudom, hogy miből él. Ugye nem állt be hozzá csatlósnak? Mert mondtam, ő csak egy vásárló. Akkor jó, mert problémás emberekkel üzletelget. Az sem semmi, akivel az előbb járt itt. Oké. Gőzöm sincs, hogy miről beszél. Tudja, bár okos kölyöknek tűnik, folyton hülyeséget csinál. Engem nem maga érdekel. Inkább a létra csúcsán állók. Rajta van a számom. A maga érdekében. Hívjon fel. Né. Ez nem játék, fiam. Alkut köthetünk. Félelmetesen gyorsan megtalálod a sört, de a chipset... Hogyne. Korlátoltak a képességeim. Ez igaz. És Stevie, tudtál róla, hogy Luke Rick Burns-szel üzletel? Az orrod előtt volt. Ez meg lehet. Mit mondtál Rick Burns-ről? Láttam őt Luke-kal beszélgetni délután. Mármint ma? Igen, úgy láttam, jól megvannak. Tehát Luke Rick Burns-nek dolgozik. Ez a gyanúm. Ez szép. Most már rólam pletykáltok. Alex most mondta, hogy délután látta Luke-ot Rick Burns-szel. És? Azt mondta neked, hogy végeztek. Talán csak azért ment oda, hogy megsürgesse a pénzét. Vagy talán Luke reggel csak átrázott. Jody, kérlek, légy óvatos. A bűnözőktől nehéz megszabadulni. Én hiszek Luke-nak, és nem kell pátyolgatnod. Hello, Luke. Van egy perced? Megbeszélnénk az üzletet. Azt mondta, a hétvégén kell. Nos, a szolgáltatóiparban dolgozunk. Tudod, ha a vevő ugráltat, mi ugrunk. Szállítsd le holnap délutánra. A részleteket megtalálod benne. És ez nehogy elfüstölögjön. Belerontana a karmádba. Ezúttal nem szivarról van szó. Igen, Burns megint átjött, szólni is akartam. És mit akart? Valami gond van a kocsijával, nem megy rendesen. A fenébe is, ne hazudj, Alex mondta, hogy egy másik alak is veletek volt. Értem, már kémeket küldtél utánam. Ne térj el a tárgytól, azt mondtad, hogy elrendezted. Megváltoztatták a szabályokat, oké? El kell vinnem még egy melót. Értem, akkor menjünk a rendőrségre. Nem mehetek a rendőrségre. Ha akarod. Jody, várj, már benne vagyok a lekvárban, börtönbe juthatok. És még lógok nekik. Ne menj el, szükségem van rád. Beszélek Burns-szel. Ne. Olyan klassz melón van. Nagy terveim. És együtt vagyunk. Mihez kezdjek most veled? Én keveredtem bele, egyedül mászok ki, jó? Jó. A szeme már is jobban néz ki. Néhány injekció, és olyan lesz, mint régen.
Az klassz. Segíthetek még valamit? Tulajdonképpen rám férne egy jó tanács egy magánügyben. Jó, a doktor rendel. Na jó, képzeld el, hogy van egy jó barátod. Jó barát, megvan. És belekeveredett egy nagy zűrbe, és úgy gondolod, hogy nagy baklövést követel. Ezt nem közölhetnéd vele? Akkor azt hinné, nem bízol benne, sem a barátjában, ami nem igaz, de ezt gondolná a lány. Értem, talán szívügyre vonatkozik? A lány főleg szerelmes. Ez befolyásolja a döntéseit. Nos, akkor egyszerű lesz. Ne keveredj bele. Mármint csöppet sem. Hiszen a szerelmesek a saját hibájukból tanulnak. Bár később leápolhatod az összetört szíveket. Szia! Alex átjött a golfütője árával, parancsolj! Ó, remek! Mert tök üres a számlánk. Mintha örülnél neki. Mert ezek szerint Nick hallgatott rám, és befizette az összes számlát. A házasság tere van izgalmakkal, nem igaz? Mondd, veled és Jodie-val minden rendben van? Igen, csak a szokásos. Ma reggel nem láttad véletlenül? Nem rémlik, hiszen szerelmes. Szia! Szia! Mennyi az idő? Késő van. Fel kell kelned. Még nem is reggeliztél? Nem is akarok. Kelj már fel, mielőtt Stevie megint kívül. Elbírok Stevie-vel. Megünnepeljük az új életünket. Hozok valami különlegeset. Jó. Utálom ezt a csengőt. Mit keres itt? Ez egy benzinkút. Benzinért jöttem. Magával nem üzletelek. Nem szabad így bánni a fontos ügyfelekkel. Jó van. Visszaadom a kis küldeményét, és összeszedem, amivel tartozom. És kvitták leszünk. Csak ugyan? Igen. És az így van rendjén. Szia! Majd igyekszem. Milyen édes. Ő lenne Jodie, nem igaz? Őt ne keverje bele az ügyünkbe. Nem én, haver, nem emlékszel, hanem a karma. Valahogy mindig lesújt azokra, akik átvernek. Nem szeretném, ha így járnál. Vagy a barátnőd. Intézd el a melót. Mert ennek így kell lennie. Oké, egészséges reggelit hoztam. Van croissant, almás rétes és lekváros fánk. Mit művelsz? El kell tűnnöm innen, Jodie. Csak kis időre. Azt mondtad, mindent elintézel. Sajnos, nem fogadják el a nemleges választ. Mégis ki? Csak nem az az alak, akivel beszéltél. De igen. Akkor elmegyünk együtt a rendőrségre. Biztos, hogy készek alkut köpni. És akkor enyhítenek a büntetésemen? A nagy ügy. Luke, ezzel megszeged a próbaidődet. Ja, egy ideig bujkálok a zsaruk elől, chambersék elől is. Jól van, Luke. Kérlek, ne menj el. Biztos, hogy van megoldás. Nincs más lehetőségem. Jó, akkor veled megyek. Nem, Jodie, a te életed itt van. Az életem hozzád köt, Luke, és biztosan átgondoltad. Azt mondtad, hogy nem tart sokáig. Jodie, nem tehetem. Nem kérhetem, hogy gyere vele.